Kicsik és nagyobbak egyaránt szívesen vettek részt a mesefoglalkozáson. A történet szerint egy nagy erdőben jártak, ahol egy kis madarat találtak. Ő segített nekik útjuk során. Egy barlangba is be kellett jutniuk, ami nagy izgalommal töltötte el a kicsiket. Tetszett, a barlang volt a legjobb, amikor bezártak oda, és sötét volt. Nekem is nagyon tetszett, mikor bezártak oda, és akkor sötét volt, és ki kellett venni egy követ. A kövek segítségével új mesét kellett alkotniuk a gyerekeknek. A feladat nem volt egyszerű, hiszen egymás történetébe szőtték bele saját szereplőiket a kicsik. Ennek a foglalkozásnak viszont fontos célja volt, hiszen a fiatalok kreativitását lehetett általa fejleszteni. Ott a palota, és ti vagytok, akik ijeszgettek engem, jó? A mesefoglalkozást követően népi játékokat próbálhattak ki a kicsik szüleikkel közösen. Hintalan László már korábban is tartott foglalkozásokat Keszthelyen, melynek lényege, hogy a mese fontosságára hívja fel a szülők figyelmét is. Az Örökség Alapítvány elnöke vallja, ezekkel a játékokkal a mai generáció fiataljait ugyanúgy le lehet kötni, mint a korábbiakat. Ha a felnőttből nem vész ki a gyermek, ezt tapasztalat statisztikailag tudjuk igazolni, úgyhogy csak egy kézmozdulat és a gyermek a mennyországban van rögtön. A népmese napját nem először rendezték meg Keszthelyen. A szervezők szerint kiváló helyszínt tud biztosítani a tavaly nyílt népmesepont, hiszen az ottani környezet is hozzájárul ahhoz, hogy még élvezetesebbé tudják a foglalkozásokat tenni a résztvevők számára. Ez az egyik fő törekvésünk, hogy ismertessük meg őket a magyar népmese kincsel, nem csak a magyarral, de főleg a magyar népmese kincsel, és hát azt kell mondanom, hogy akik hozzánk már rendszeresen járnak, ők már nagyon jó beágyazódtak ebbe az egész népmese kincsbe, tehát nagyon jól tudják használni, és hát főleg az egyik célunk az, hogy a szülőket is megismertessük ezekkel a népmesékkel, tehát hogy utána folytassák otthon a mesélést, vegyék elő a mesekönyveket, vagy mesekönyv nélkül is, de meséljenek a gyerekeknek. A népmesepontban a továbbiakban is várják a gyerekeket, többek között drámapedagógiai játékokkal.